Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, híradónk után magazin műsorunk következik. Elsőként tekintsenek meg egy összeállítást az október 6-ai ünnepi megemlékezésről. Tisztelt ünneplő közönség, kedves ajkaiak! Európa közepén van egy kis nemzet, csodálatos hegyektől övezve, gazdag termőfölddel, ivóvízforrással és hazáját szerető emberekkel áldva. Központi földrajzi elhelyezkedése következtében számos hatalom vetette ki rá hálóját. Tatár, török, Habsburg, szovjet elnyomás nehezítette életét. De szabadságvágya nem törte az igát. A járomból mindig igyekezett kihúzni és magasra emelni a fejét. Az 1800-as évek európai forrongásai ide is elértek. Azonban 1849. augusztus 13-án Világosnál a magyarok az orosz csapatok előtt letették a fegyvert. A tábornokok úgy hitték, hogy az oroszok megvédelmezhetik őket Hajnautól, a bresciai hiénától, de csalódniuk kellett. A legnagyobb szigorúság a kompromittáltakkal szemben. Sok fejnek kell lehullania, mint a kiemelkedő mágfejeknek, ha az ember fölöttük ellovagol. Adta a császár az utasítást a táborszernagynak. A már júliusban megkezdett megtorló akciók keretén belül különleges katonai törvényszékek alakultak, ahol halálra ítélték mindazokat, akik a magyar szabadságért és a magyar haza megújulásáért harcoltak. A halálra ítélt katonai vezetők mindegyike kész volt életét áldozni ezekért a célokért. Szomorú és sötét volt az éj, kezdi Teleki Sándor visszaemlékezését. Az őszi szél megzörgette a félig megfosztott akácok leveleit, és ezek a szép fák, a sötét vár ékességei meg-megrázkodtak, búspanaszt hallattak, mint valami lelkes lények. Mélabús hangokat dobván a vétfal visszhangjára. A katonák lassú és ütemes lépése mind gyakrabban és szomorúbban vala hallható, összevegyülve néhány bajonett csörömpölésével, melyek egymáshoz ütődtek a sötétben, és a tompa ágyuk dühöngésével, melyeket visszahúztak a lőrésekből, hogy a lomha kazamaták fele fordítsák. A tisztek keresztbetett kezekkel sétáltak a rezgőfényű lámpák előtt, míg a közemberek hallgattak, és a félhomályban valami ismeretlen használatra szánt nehéz gerendákat szállítottak. 1849. október 5-éről 6-ára virradó éjjel volt ez. Mintha halotti ruhát vont volna magára Arad városa és az aradi citadella. A Maros is gyorsabban látszott folyni mély vizével, mintha valami tilos katasztrófától fenyegetve futna a folyam. Azonban az elítéltek bíztak a kegyelemben. Minden okuk megvolt rá, hisz a magyar honvédseregek szimbolikus módon a cár előtt tették le a fegyvert, és a foglyok átadásakor Miklós könyörületességre intette a fiatal Ferenc Józsefet. Az ellenük felhozott vádak nem állták meg a helyüket. A felségárulás azért volt vitatható, mert Ferenc József a törvények értelmében nem volt legitim király. A fegyveres lázadás vádjának pedig többek között az mondott ellent, hogy Ferdinánd 1848. októberében törvénytelenül oszlatta fel a magyar országgyűlést. Kegyelmet reméltek igazuk, tisztességük biztos tudatában, és bíztak a további életben, hisz a családjuk hazavárta őket. Damjanics házassága Csernovics Emiliával így is nehezen köttetett meg, hisz a lány édesanyja nem akarta a vejéül a lányánál 15 évvel idősebb rossz hírű kicsapongó századost. Két boldog év jutott nekik. A fogságban Emilia látogatta és ellátta férjét nem csak szeretetével, de borral, étellel, könyvekkel, ruhával, és egymást erősítették a válságos helyzetben.
Vigasztalódjál, és őrizd meg drága egészségedet annak a számára, aki valóban csak benned és véled él, és aki forró szerelemmel csókol, s örökké marad a te Janid, s hozzátette. Bízzál az Istenben, s ne légy hát szomorú, mert ha hazamegyek, és rosszul fogsz kinézni, haragudni fogok. Azonban hiú ábránt volt a kegyelem reménye. Hajnaú cinikusan így nyilatkozott. A kegyelem jó dolog, de előbb egy kicsit akasztunk. Négy fő kapott kegyelmet. Nem akasztották fel őket, fővel lőtték. Hajnali fél hatkor a négy golyó általi halálra ítélt tisztet sorrendben Lázár, Dezsőfit, Kisernőt és Svájdelt végezték ki először. Utánuk következtek a kötélre szállt tábornokok. A sort 6 órakor Pöltenberg Ernő nyitotta meg. Őt Török Ignác, Láner György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Leininger Westerburg Károly gróf, Aulich Lajos, végül Damjanics Jánost, Vécsei Károly gróf követte. A törött lábú Damjanicshoz a hóhér udvariasan odalépett. Excellenz! Bitte abzusteigen! Die Reihe ist an Ihnen! Excellenciás uram! Kérjen, kérem, keljen fel! Önön van a sor! Mikor fel akarta segíteni a tábornokot, ő elutasító mozdulatot tett. Lassen Sie nur! Zum Sterben muss man nicht eilen. Hagyjon csak! A halálba nem kell sietni. A 13 mártír honvédtiszt a szemtanúk szerint bátran állt a hóhérai elé, akik elrettentésül estig kint hagyták a holttesteket. Számításaik nem váltak be, ezzel a lépéssel ugyancsak azt érték el, hogy a közeli falvakból több ezren zarándokoltak meglesni mártírjainkat. Köztük volt társaival Fejminger Sándor is, kinek visszaemlékezéséből idézek. Midőn a végzetes távcsövet szememhez emeltem, 9 oszlopot láttam, és mindegyiken egy-egy lógott halottjaink közül. Tisztán voltak kivehetők, és messziről is önkéntelenül 3 különösen jellemző fej tűnt föl. Török, hófehér, világos feje, Vécsei grófé, kinek túlságosan hosszú haja arcát egészen eltakarta, és Damjanicsé, kinek tiszteletet gerjesztő arca, ritka szép hosszú szakállal díszítve, büszkén nézett fölfelé. Mintha azt parancsolná az égnek, tudassa most a világgal, megadta a beleegyezését az önkény így rémséges művéhez. A többi fő, mint minden akasztotté, le és oldalt hajolt. Ő vele, úgy látszott, a hóhér különös játékot űzött, mert a szó szoros értelmében büszkén, nyakát egyenesen tartva nézett fölfelé. Míg a többiek lecsüngő fejükkel ide-oda lógtak a szélben, ő helyt állt, mintha az oszlophoz volna szegezve. A nem túlságosan nagy szél nem bírta meglódítani óriási súlyát. Istenem, borzadok, ha rá gondolok. A legrettenetesebb valóság volt, amit láttam. Tisztelt emlékezők, míg a férfiak vérüket, életüket áldozták, otthon a nőknek, a feleségeknek, anyáknak, gyermekeknek nem maradt más, mint a gyász, a könny, a passzív ellenállás. Karkötőiken hordták a jövőnek is szóló, a vértanúk monogramjait tartalmazó üzenetet, Pannonia, Vergiss deine Toten nicht, als Kläger leben sie. Magyarország, ne feledd halottaidat, mint vádlók, élnek ők. És Pannonia nem felejt. Ők alusznak szépen s mélyen, ébren már csak mi vagyunk.
Ők alusznak, s nem álmodnak. Mi virrasztunk ébren. Haj, csak ébren is mi álmodunk. Álmodunk mi hihetetlent, el sem merjük mondani. A holt szeme félig nyitva, mintha meg se volna halva, s lehetne még valami. A nagy tenger éjszakáján kikinézünk olykoron, mert nem tudjuk, hogy hány az óra, hallgatunk a kakasszóra, s merengünk egy csillagon. Jó reménnyel, vak reménnyel, ha a hajnal megvirradna már, de a hajnal csak nem pirkad, s amit látunk, az se csillag. Bolygófény, vagy fénybogár, de csak oly csöndes ne volna, ez úgy folyt, úgy ijeszt, dalunk is már egyre fárad, alig ad már bátorságot. Égen s földön semmi lesz. Száraz ágon hallgató olyakkal, meddig ültök még csügget madarak? Nincs talán még elfeledve a dal, melyre egykor tanítottalak? Vagy ha elmúlt, s többé vissza nem jő, a vígének s régi kedvetek, legyen a dal fájdalmas merengő, fiaim, csak énekeljetek. Nagy vihar volt. Feldúlt berkeinken enyhe árnyas rejtek nem fogad. S ti hallgattok? Elkészültök innen? Itt hagynátok búsanyátokat? Más berekben másképp szól az ének, ott nem értik a ti nyelvetek. Puszta bár az otthonos vidéknek, fiaim, csak énekeljetek. Hozzatok dalt emlékül a hajdan lombs, virággal gazdag tájirul, zengétek meg a jövőt, ha majdnem a kopárföld újra felvirul. Dalotokra könnyebben derül fény, hamarabb kihajt a holt berek, ahol lejelennek búját édesítvén, fiaim, csak énekeljetek. A bokorban most is itt az ősi fészek, mely növelte könnyű szárnyatok. Megpihenni most is abba tértek, bár a fellegek össz járjatok. S most, hogy az őszi szél össze-vissza tépte, úgy tennétek, mint az emberek? Itt hagynátok, idegen cserélve? Fiaim, csak énekeljetek!